Egyikében vagyunk az ország azon részeinek, miket még senkinek sem jutott eszébe megnépesíteni. Az egész hegyláncolaton nem visz keresztül egy járható út. Maguk a gyalogösvények is rendesen elvesznek a hegyek kanyarodásai közt. Az egymásra boltozó tölgyek, bükkök alatt órákig eljárhat az ember anélkül, hogy saját léptein kívül egyebet hallana. Az írtatlan fák alatt csak a fakó haraszt zörög. A Vepor, Jókai idézte szelleme, ma is itthonol a Százbércű felvidék kellős közepében, Gömör Kishont, Zólyom és Nógrád határán, az Ipoly, a Rima és a Garam ölelésében. A földtan és az élővilág szempontjából is sokrétű hegység érintetlen ősvadonja rejti az Ipoly bölcsőjét. Szívében magasodik a Klenóci Vepor ikonikus alakú vulkáni csúcsplatója. Völgyeiben árpádkori falvak és ébredező magyar közösségek kötik össze a fényes múltat a reménybeli szebb jövővel. Gömör fővárosából, Rima szombatból indulunk, a Rima völgyében érintjük Rima bányát, Rima brézót, majd Klenócon keresztül közelítünk Rima Kokova és Línia üdülőközpont érintésével az Ipoly forrásához. A sziklai fensíkon átkelve emelkedünk a Veporra, kitérünk a javorinai honvéd sírokhoz, majd felmászunk a hegység legmagasabb csúcsára, a Klenóci Veporra, ahonnan hosszan ereszkedünk Fekete Balogra egy kis erdei vasutazáshoz. Szent István királyunk ünnepén nem csak Budapesten van tűzijáték. Felvidéki fiatalok Gömör-Nógrád vidéke apró fényeinek összefogásával reménysugarat rajzolnak a magyar égre. Rimaszombat főterén a tűzijáték fényei alatt a magyar közösség erejéről és élni akarásáról kérdezzük a főszervezőt, Ciprus Zoltán. Azt lehet mondani, 150 kilométeres területen mindegy 65 helyszínre lőttünk már fel egy időben, pontban 9 órakor a tűzijátékot, és az 60 települést ölt magába, Rimaszombatban, valamint Tornaján pedig több pontról lőttünk. Bízunk benne, hogy a felvidéki magyarság elkezd újra ébredezni, kicsit elaludt az elmúlt években, és azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében a legpasszívabb közösség voltunk. Ez is egy olyan rendezvény, úgy érzünk, hogy sok emberek újra fel kelti a nemzeti érzetét, és bízunk benne, hogy Máz, aki csak véletlenül is nézett ki az ablakon, és látta a tűzijátékot, elkezdett gondolkozni, hogy miért is szólt. És ez az elsősorban meg tűzijátéknak. Majd a Viennavai Ifjúsági Csoportnak alapból az a célja, hogy újra egy működő, jó működő közösségi formája felvidéki magyarságot. Ugye ez egy ősi hagyományhoz kötődik, mert régen lármafa tüzek egy gyújtottak ezen a jeles napon. Igen, és most is úgy bízunk benne, hogy a szívek és a tüzek összeérnek Gömör és Nógrádba. Ez a két régió alapból is egy testvér régió. Bízunk benne, hogy ma 9-kor itt Gömör Nógrádban is minden magyar embernek megdobbant a szíve. Amit ugye el kell mondani, hogy Szent István nem csak a magyaroknak teremtett államot, hanem az összes itt élő népnek a Kárpát-medencében is egy erős, ezer évig fennálló államot alapított, ami nélkül már itt nem lenne sem Szlovákia, sem Magyarország, sem más országok, hanem valószínűleg török vagy egyéb módok. De akkor jövőre is itt leszünk szerintem. Köszönjük szépen. Az élményt. Jó utat. Köszönjük szépen. Reggel visszatérünk a főtérre, hogy napfényben is megismerjük Gömör Kishont vármegye egykori székvárosa, Rimaszombat múltját és jelenét. Ebben lesz honismereti vezetőnk, Gömörország kiváló helytörténésze, Békovács István. Patinás helyen találkozunk, mondhatjuk azt, hogy Rimaszombat Kishontnak a központja?
Hát hogy nem mondhatnánk, sőt, ezt kell mondanunk. Rimaszombat 1268-tól, mióta írásos források vannak, Hont megyének a része, azon belül is az úgynevezett Kishonti kerületnek a része, és 1803-tól Gömör és Kishont vármegyének az egyik székvárosa, 1883-tól pedig Trianonig, majd 38-tól 44 végéig Gömör és Kishont vármegye székvárosa. Ez a hajdani István falva, a városnak az a része, ahol 1268-ban német aranybányászok telepedtek meg, ők alakították ki ennek a főtérnek az alaprajzát. Itt a keresztelő Szent János oltalmát élvező plébánia templom körül figyelmet érdemel a városháza újabb épülete 1801-ből, a fekete sas vendéglő, amely vigadóként épült 1840-ben, a főtéren áll a reformátusok temploma, amely 1784-ben készült el, és jelen alakját 1909-ben nyerte el. És hát a főtéren áll még az egykori vármegye háza, tehát Kishonti kerületnek a székháza 18. század végéről, ahol Petőfi Sándor 1845-ben Gömör és Kishont vármegye tiszteletbeli táblabírájává választották. Rimaszombat egy ilyen, mondhatni, egy református város volt, ez még most is jellemző, vagy már annyira nem? A szellemisége megmaradt, noha mára egy kicsit megkopott, de azért jelzi ezt a protestáns szellemiséget, a jeles szülötteknek a névsora, hiszen csak néhány nevet említek, Decsi Sámuel, a Magyar Szent Korona első monográfusa, Hatvani István, az ördöngős professzor, aki Debrecenben fejtette ki tevékenységét, Ferenci István, nemzeti szobrászatunk megteremtője, Szent Péteri József, a híres ötvös művész, Tompa Mihály, és ezek mind-mind ennek a puritán református szellemiségnek a képviselői voltak. Beszéljük egy kicsit a jelenről, most milyen a jelene Rimaszombatnak? Hát a dicső múlttal összehasonlítva azért el is kedvetlenítheti az itt élőket is, meg az ide látogatókat is, hiszen Rimaszombat a 20. század elejéig alapvetően egy magyar város. Az egykori 90-valahány százalékos magyarság mára körülbelül a 40%-ra apadt. Mint említettem, sok jeles szülöttet mondhat Rimaszombat a magáénak, akik a magyar kultúrát gyarapították. Egyet keressünk föl, Ferenci Istvánt, aki itt nyugszik, nemzeti szobrászatunk megteremtőjét. Merre találjuk erre? Igen, itt a református templomhoz épített kriptában nyugszik. Ferenci István szobrászművészt először jelöletlen sírba temették a régi temetőbe. 1909-ig kellett várni, hogy méltó helyére kerüljön. Megépítették ezt a kriptát, restaurálják a sírjában, darabokban lévő haldokló Euridikét, és helyezték ide Ferenci István földi maradványait. Talán a hely szelleme teszi, de kevés város van szerte a hazában, amely ennyi nagyságot adott a magyarságnak. Itt született a nemzet csalogánya, Blaha Lujza színésznő is. A patinás, protestáns főgimnázium padjait is sok neves személyiség koptatta. Köztük volt Mikszáth Kálmán író, Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom megteremtője, vagy Izsó Miklós szobrászművész is. A másik pedig Mikszáth Kálmán, akiből itt neveltek ebben a gimnáziumban magyar írót. Van egy másik multidéző tér is Rimaszombaton. Itt áll az 1902-ben épült új megyeháza, homlokzatán Gömör vármegye címerével, parkjában neves költőink szobraival. A Tompa Mihály nevét viselő tér a költő szobrával, illetve 2004-ben Petőfi szobra is ide került, és hát még reménység szerint egy-két szobor helyet kap ezen a téren. Nagyon szépen köszönjük az idegenvezetést itt. Én köszönöm a látogatást. Aztán mi megyünk föl a Rima völgyön, a Veporba. Minden jót, az is Hont, vagy az is Gömör. Isten áldja a vendéget. Isten áldja. Minden jót, köszönjük szépen. Viszontlátás. Viszont induljunk látás. Fel a Rima mentén pár pillantást vetni völgybéli emlékeinkre. Rima bánya régi fényét gazdag aranybányái adták. Negyedik Béla pénzt is veretett itt. Ám a bányák hamar kimerültek. Az egykori mezővárosra már csak Árpád-kori gótikus eredetű evangélikus erődtemploma emlékeztet. Rima Brézó 1687-ig
Kishont vármegye székhelye volt. Evangélikus temploma mai képét a neves fővárosi műépítésznek, Sulek Frigyesnek köszönheti, aki a 19. század végén formálta át az eredetileg románkori istenházát. A Rima völgyéből Klenóc felé kanyarodunk fel a Vepor vadonjába. Úgy hírlik a liptói hajdúk, ezen a vidéken fogták el a hírhedt Tóth rablóvezért, Jánosikot. A Klenóci völgy egykori vashámorairól és szénégetőiről volt nevezetes. Ma már főleg a víztározójáról ismert. És hogy mennyi iparágat virágoztattak fel a Vepor erdei, erről mesél a Forgács család ősi birtoka Rima Kokova is, ahol egészen az 1930-as évekig működött üveggyár. Ma már az ősi mesterségek helyett inkább a béke iparága, a turizmus dívik errefelé. A Rima Kokova feletti erdei üdülőhelyen, az Ipoly turistaházban gömöri magyar szóval várják a vendégeket. Augst Ferencet kérdezzük arról, hogy is varázsolt a nyelvhatártól északra egy kis magyar szigetet. Azért jó érzés, hogy a nyelvhatáron túl az ember be tud térni egy magyar kézben levő szállásra. Véletlen az egész, mert ennek a vidéknek már magyar kötődése, múltja nem nagyon van. Én, mint pedagógus Rimaszombatban éltem, és 15 évig pedagógusként működtem, és aztán gondoltam egy merészet s nagyot. Akkor jutottam ide körülbelül 22 évvel ezelőtt, és így jött ide a magyar gyökeret vertünk, és azóta nagyon sok magyart hoztunk ide, hisz fél Magyarország, Észak-Magyarországnak nagy része sítáborokba, erdélyiskolákba minket látott. Vendégek többsége magyar egyébként? Vendégek többsége magyar, diákprogramjaink vannak, gyerekeket és diákokat látunk vendégül, mi erre álltunk be, tudtuk, hogy diák mindig lesz, gyerek mindig lesz, és mi nem egy wellness szálló vagyunk, hanem egy tipikus turistaház, ami talán egy kicsit több szolgáltatást és több lehetőséget nyújt, mint egy átlag turistaház. Jó, Lajosunk! Ebben biztos van valami bucsúrvér is, mert ott van a csík, úgyhogy ez ilyen öregharcot. A Kokavai Szabadidőközpont télen főleg a síelésről, nyáron a csendről és a nyugalomról szól. Majdnem olyan, mint a paradicsom. Az üdülőhely remek kiinduló pont a környék túráihoz. Itt van Becses, ő a legfiatalabb. Becses Mirza, mert pont egy ilyen verses táborunk volt, mikor született, és mondtak a Mirza verset. Már egész közel vannak a Vepor hegyei, de még nem indulunk felfelé, mert a vonulat peremén egy számunkra különösen kedves folyó bölcsője van. Forgács falva közelében, az Ipoly hegy alól apró csermelyként indul szeszélyes útjára az Ipoly, hogy jó 200 kilométeres kanyargós útja végén a Dunába torkoljon. Forrásánál találkozunk Gömör természeti örökségének ápolójával, Gál Lajos geológus barlangásszal. Hát nagyon örülök, hogy én itt lehetek, ugyanis én Ipolymenti gyerek vagyok, aztán számomra ez a hely egy ilyen neuralgikus hely. Az Ipoly forrása, hát örülök annak, hogy 4 évvel ezelőtt voltam itt, akkor még nem volt ilyen állapotban. Kevés víz van benne, mert... De azért megkóstoljuk szerintem. Még lehet. Hát itt van egy ilyen kis csészécske. Belőle. Tessék. Ez sok ásványi anyagot nem tartalmaz. Tisztán ez a rák. Egy kis rákocska, igen. Otthon Tésmannal nem biztos, hogy marinnak belőle, de itt még megkóstolom, mert itt valószínűleg finom. Persze. Nagyon érdekes tulajdonképpen, mert itt van lefelé, ha nézünk, itt van a hatalmas Bikovó-hegy, ez Nógradnak a legmagasabb hegye, valami 1110 méter magasságú, és ezt a Bikovó-hegyet megkerüli az Ipoly teljesen, és akkor úgy folytatja a folyását lefelé délnek, és mindig szedi föl a mellékfolyásokat és gazdagodik. De mi menjünk akkor északnak és föl. Igen, én azt ajánlom, hogy menjünk föl a fönsíkra, gyönyörű szép a sziklai fönsík. Olyána és a Vepor közötti mozaikos tájék széles rétjein máig élő kultúra a legeltetés. Az apró szorványtelepülések közötti fennsík pazar panorámát kínál. Nyugat felé a Olyána kíséri utunkat a fő csúcstól a Libedbányai Veporig.
Előttünk meg a libedbányai ikertestvére, a klenóci vepor bontakozik ki jellegzetes alakjával. Be is lépünk a vadonjába, és rálépve az Érc magisztrális hosszú távú turista útjára, lassan megkezdjük az emelkedést masszívumára. Na gyerekek, itt vagyunk a hármas határhegye tetején, Veporra erre vezet az út, de beleegyeztek, csinálunk egy kis kitörőt, mutatok egy érdekes helyet. Mindenképpen. Gyerünk akkor. A Vepor hegységeme eldugott szegletében, Javorina szorványtelepülés apró temetőjének sarkában magyar hősök nyugszanak. Ezt akartam mutatni, hogy itt van egy sír. 12 csépányi honvéd, akiket a helyi emlékezet szerint 1944-ben egy Szagyi Lenkó nevű orosz parancsnok ukázára partizánok lőttek agyon. Magyar honvédek, akiket lemészároltak a partizánok. Itt egy erős partizáncsoport volt orosz parancsnokság alatt. Talán lesznek gömöri magyarok, akik még időben tesznek róla, hogy a hősök nevei ne kopjanak tovább se a sírkövön, se az emlékezetben. És akkor reméljük, hogy gondozni fogják. Visszatérve a gerincre, egy tisztásról a jól ismert, klasszikus képét mutatja a Vepor. Nézzük, hogy mint került ide a Gömör-Szepesi Érchegység peremére ez a jellegzetes vulkáni tanúhegy. Állítólag a szóbeszéd azt mondja, hogy egy alvó vaddisznót emlékeztet, vaddisznóra emlékeztetne ez az alakja a Vepornak. A libedbányai Vepornak is ugyanilyen. Ugyanilyen. Nagyon érdekes a Vepor, hogy ez most látjuk, hogy milyen meredeken megyen az egyik oldala is, meg a másik oldala is. Abból adódik, hogy ez valamikor egy láva kiömlés volt. És ez eredetileg 1000-1200 fok lehetett, mikor ő a vulkánból kitört, és egy ilyen sekély, széles völgybe folyt bele. A vulkán, maga ez a Vepori vulkán, úgy hívják, hogy Vepori vulkán, az körülbelül a 5-10-15 kilométerre tovább lehetett. Ez egy hatalmas nagy réteg vulkán volt, olyan, mint a Mátra, vagy a Poyana, vagy a Selmeny, még a Zörzsöny. 3-4 kilométer magas lehetett? Persze, óriási magas, csak ott volt az eltérés, az az érdekesség benne, hogy utána a vulkánosság 13-14 millió évvel ezelőtt volt a vulkánosság, és utána egy olyan 7 millió évvel ezelőtt elkezdett az egész érchegység kiemelkedni. Ez pedig az érchegység központjában van, ez a Vepori vulkán. És ahogy ő kiemelkedett, a patakok úgy hordták le a vulkáni törmeléket, laza vulkáni törmeléket, és értelemszerűen, ahol keményebb volt a kőzet, vagyis az andezit láva, az megmaradt. A hűs erdőben sűrű fenyvesek, majd lomlevelű őserdők, közben kis havasi tisztások váltakoznak az el nem téveszthető meredek ösvényen. Sok helyen a páfrányok alkotnak valóságos kis erdőséget. Jó magasan haladunk már, amint az egyik tisztásról a Veport megpillantjuk. Jellegzetes koporsó alakú háta, mint egy hatalmas memento mori emelkedik a többi hegygerinc fölé. Ahogy a meredek letörésen felkapaszkodunk a platóra, már tényleg hamisítatlan őserdei kép fogad. Ide már nem ért fel a favágók keze. A teteje teljesen lapos. Éppen azért, mert... A fekvő disznó. A fekvő disznó, az egykori láva arnak a tetején vagyunk, a láva folyamnak a mekkora ez a tetején. Nem tudom, egy pár kilométer, és a szélessége csak pár száz méter az egésznek. 70-80 méter magas sziklák övezik az egész peremrészt, és ez volt az oka, hogy megmaradt éppen ez az egész Vepor teteje. Most nézzük meg, hogy működik ez az őserdő. Kidől egy fa, itt van előttünk, a nap besüt, mert hiszen egy világos ablak keletkezik, és itt már mindjárt sárgat fel az új növényzet. És ezáltal mindig élő az őserdő. Nem úgy, mint az ember által kialakított
egyforma, mint a gyufasz alak, úgy vannak a fák. Az persze letarolja az első nagy vihár, itt pedig hiába nem tud belekapaszkodni a vihár se semmi, ezek hatalmas nagy fák, körülbelül 200 évesek ezek a fák, és itt fölserjed az új erdő, a bogarak, rovarok pedig ebből táplálkoznak, ebből a régi, kidőlt öreg fákból, és számos bogárfaj például az idős fa kérgeibe is rakja a petéit, és aztán ilyen, mint például az alpesi havasi cincér, itt található, a nagy hős cincér, és számos bogárfaj. És minél gazdagabb a bogárvilág, annál gazdagabb a madárvilág is tulajdonképpen, és ezáltal frissül, meg ezáltal gazdagodik az élővilág is. Van még egy nagy érdekesség, egy apró futrinka, teljesen vág kövek között, meg a sziklák hasadékaiban él. És úgy hívják, hogy Duvalius szabói, Veporensis. Ez a Duvalius nemzetség, igen, ez fönt itten a Murányi fönnsík területén él, ez a Duvalius szabói, ez egy híres magyar bogarászról elnevezve szabói, és itt találták meg egy ilyen alfajat, amit úgy nevezték el, hogy Veporensis. Csak itt ezen a vidéken él. No, ez ma endemit, ez ma endemikus faj, csak itt erre a régióra jellemző. Nagyon hangulatos ez az erdő is, tehát van neki egy ilyen különleges milliője. Persze, és aztán beszéltem a madárvilágról, hogyha itt csendbe szépen haladunk, akkor tényleg érzékelhetjük különösen este alkonyatkor a madarakat is, de viszont érzékelhetjük a nagyvadat is, mert hiszen elég gyakori itt a medve, a farkas is, a hiúz is. Ismét behatolunk a fenyvesbe, és egészen a gerincénig botorkálunk. Mindenütt az élen, a Gömör és Zólyom határán levő vágást követve, fél óra alatt a Vepor szikláinál találjuk magunkat. Ó, gyerekek, nézzétek! Érdemes volt följezni. Nem rossz. Már a tetőn vagyunk. Leheveredünk a sziklalapokra. Jaj, meg is érdemeljük, hogy leüljünk egy kicsit. A végtelenbe látszik az egymás fölé emelkedő hegyhátak nagy tömege. Lélekemelő érzés ez egy ilyen csúcsra följönt innen belátni az egész Gömör tulajdonképpen. Hát tiszta idő van, egészen még a Bükköt, a Mátrat, mindent. Nagyon jó néz ki. Ember nem is csodálkozik, hogy cserkészeknek ez volt a fő kiránduló helyük. Ez is Színyec, igaz? És a Színyec, pontosan így van. Klenóc fölött ott lehet látni a Színyecet. Hát ez valamivel közelebb volt nekik, mert Klenócról föl tudtak menni, de ide bizony gyalog mentek Klenócról, ami 15 kilométert. És ez meddig volt így? Meddig volt a... Te tudod, hogy volt ez? Rimaszombatban ma 1914-ben megalakultak az első cserkész őrsök, utána cserkész csapat, de jött a világháború, majd a háború után a gimnáziumban alakult csapat, és ott volt őrsvezető először, Szombati Viktor bácsi, az író, Rima Szombati író, és aztán 30-es években létrehozták a... Ott csehszlovák kereteken belül, ugye? Igen, igen, de ezek magyar csapatok voltak, létrehozták a Ferenc István iparos cserkész csapatot, ez nagyon erős csapat volt, mert egy iparosok, azok ma jó valgású fiatal emberek voltak, és rengeteget kirándultak ide, pontosan ide, a Veporra, meg a Színyecre, meg a környékre. Egészen ment ez a cserkészet a második világháborúig. És most újra élet? Persze, 90-ben. A Vepor sziklái aljában a Rima Murány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság egykori menházánál köszönünk el remek túra vezetőnktől. Nagyon szépen, köszönjük. Isten áldjon benneteket. A hegy nyugati lábánál fekvő, fekete balok felé vesszük az irányt. Sípoló gőz, kürt szó és zakatolás. A hangok már messziről jelzik, a község a régi fekete garamvölgyi erdei vasúthálózat központja. Az állomáson kiállítás mesél az eredetileg fakitermelés céljából kialakított hálózat történetéről. Arról, hogy váltották fel a múlt század elejétől a hagyományos víziúsztatásos szállítást a keskeny nyomtávú erdei vasutak. A környező erdőkből kitermelt fával rakott szerelvényeket először lovak, majd gőzmozdonyok vontatták. Csak felvidéken mintegy 40 vasút épült, a vonalak össztávolsága elérte a 132 kilométert. Aztán az aranykor véget ért, és a keskeny sínpárokat széles aszfaltutak,
a gőzmozdonyokat teherautók váltották fel. A 80-as években a fekete garangvölgyi erdei vasutat is halálra ítélték, de lelkes vasútbarátoknak köszönhetően 1992-ben újra megnyílt. Igaz, az eredetinek csupán töredékén mindössze 14 kilométeren közlekednek a személyvonatok Fekete-Baloktól a Vidrásvölgyig. Ez hát a Vepor-hegy világa. Most, hogy keresztül kasul bebarangoltuk varázslatos vadonjait, már csak egy kérdésünk maradt. Miért látogatják ilyen kevesen ezt a szívben és térben is közel álló hegységet? Soha nem késő. A Tanúhegy megvár. Lépjünk turista elődeink nyomdokába, és keressük fel Gömörország eme ősi rögjét.